Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Fiesta 5. adásában sok-sok vidámságra számíthatnak. Először is lehet nyerni egy Valencia meszt. Ez már önmagában azt gondolom, hogy óriási dolog. Szendrei Józsefnek köszönhetően ráadásul valamennyi Valencia játékos aláírta ezt a pólót, kérdés később. Másodszor pedig az Atletico Madriddal, a 9-szeres spanyol bajnok klubbal fogunk megismerkedni. Vendégünk lesz két magyar szurkoló, illetve a legnagyobb spanyol rajongót is bemutatjuk. Mai adásunkban az Európa Liga elődöntős Atletico Madridra fókuszálunk. Közelebb hozzuk önökhöz a Fővárosi Egyesületet, de megszólal a matracosok legismertebb szurkolója, José Luis Torrente felügyelő is. Ha velünk maradnak, azt is megtudhatják, hogy az ex-zsarút alakító Santiago Segura valóban Atletico drukkere. A mez mellett Torres Dani zenéje és a megszokott szakértő Vince Otto is természetesen itt van. És vendégünk Székely Bálint, a Peña Atletica de Hungária vezetője, illetve Bece Szabolcs, a www.atleticomadrid.hu főszerkesztője. Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Hogy lesz valaki Atletico rajongó Magyarországon? Kezdjük ezzel. Én azt gondolom, hogy minden klubnak van egy saját ideológiája, egy saját filozófiája, amit képvisel. Az Atletico az egy kicsit ilyen kívülálló, egy ilyen kicsit sajátos történet. Ugye majdnem minden klubnak van valami, amit képvisel. Például Real Madrid, vagy Barcelonában ugye a regionális identitás, vagy akár mondjuk a Bilbaónál a nemzetiség identitás. Az Atletico az egy picit ilyen vagabundos, egy picit ilyen kívülálló csapat. Nemrég jelent meg José Luis Santosnak a könyve az Európa Liga győzelem után, ami épp ezt taglalja, hogy mitől is Atletico drukker valaki, és mi, illetve miért szeretjük ezt a csapatot. És ebben a Manolete nevezetű híres újságíró épp ezt fejtegeti, hogy mi nem anyagkendők, mi nem a fényűzés és nem a csillogás világa vagyunk, hanem egy kicsit egy ilyen kritikai pozíció, egy kicsit ilyen lázadóbb, egy rebellis világ. Ti is ilyen törvényen kívüliek vagytok? Hát igen, mondhatjuk annak is magunkat. Na, nekem is ilyen kis történetem van erről, hogy lettem én Atletico szurkoló. Én úgy tartom, hogy ezt valami nagyon kellemes emlék, vagy valami olyan tapasztalat váltja ki az emberből, még talán fiatal korában, ami meghatározó utána. Én nekem ez a Kiko Narva, ez volt még annak idején. És egy bizonyos sportszernek volt a reklámarca, múltkor itt a Szendrei úrnak az érdekeltsége. És ilyen cipőm volt, tehát ő akkor került fel először a falamra. És hát ez a 90-es évek elején volt, és innen azért ugye elkezdett jobban érdekelni ez a dolog. És hát ugye a 95-96-os idény volt a Atletico Madrid számára sajnos eddigi legutolsó csúcspont. Viszont ez is érdekes, mert ott akkoriban volt kint, tehát tudsz arról duplázásról beszélni, ugye bajnoki cím és kupa győzelem. Igen, hát akkoriban az Atleticónak nagyon jó csapata volt, és pont ugye Kiko volt a centerük, aki ellen még volt szerencsém egy edzőmérkőzésen játszani. Tudjuk, tehát aki Spanyolországban él, vagy rövid ideig, vagy hosszabb ideig, az tudja, hogy mit képvisel Spanyolországban az Atletico Madrid. A két nagy és igazából híres csapat, a Real Madrid és a Barcelona mögött. Én nagyon szimpatizálok az Atletico Madridra, azt gondolom, hogy amit a srácok is említettek, tényleg azt képviselik. Szerintem ismerkedjünk meg az Atletico Madrid együttesével, jöjjön tehát egy klub bemutató. Az Atletico Madridot baszk egyetemisták hozták létre, a klub április 26-án ünnepli majd a 109. születésnapját. Spanyolország egyik legnépszerűbb futballcsapata, nagyon sok spanyol választja úgymond második csapatának, 9-szer nyert bajnokságot és szintén 9 alkalommal bizonyult a honi kupasorozat legjobbjának, de nyert spanyol szuperkupát is. Az Atleti egy világkupa győzelemmel, egy keksikerrel, egy Európa Liga trófeával és egy európai szuperkupával a nemzetközi színpadon is letette a névjegyét. A klub múzeuma elnyerte a madridi tartomány legjobb múzeuma címet, és kivételes darabjainak, erekjeinek köszönhetően világviszonylatban is mindössze 4 sportmúzeum előzi meg. Barangolásunk során beleszagolhatunk abba az életérzésbe, amit úgy hívnak Atletico Madrid.
Ők a matracosok. De miért is? Január 22-én volt 100 éve annak, hogy az Atlético Madrid a piros-fehér színt választotta, onnantól kezdve játszik piros-fehérben az Atlético Madrid. Nos, ebben az időszakban a matracokat ilyen színkombinációban készítették, nos innen a becenév, hogy a matracosok. Az Atlético stadionja Manzanares folyó partján fekszik, a létesítményt 1966. október 2-án avatták fel, és 5 éven keresztül az Estadio Manzanares nevet viselte. 1971-ben a klub akkori elnökének tiszteletére Vicente Calderonra keresztelték. Az 54.851 fő befogadására alkalmas stadiont 4-es, azaz a legmagasabb kategóriába sorolta az UEFA, ami azt jelenti, hogy BL vagy Európa Liga döntő lebonyolítására is alkalmas. Az építmény több módosításon is átesett. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság alkalmával 3 meccsnek adott otthont, de a popkirály Michael Jackson is koncertezett a Vicente Calderonban. Május 25-én itt rendezik majd a spanyol kupa döntőjét, a Barcelona Athletic Bilbao mérkőzést. A kiváló spanyol újságíró Pablo Brotons a klubbal együttműködve megalkotta az Atlético Madrid Bibliája című könyvet, minden atlétikus szentírását. Pablóval a piros-fehérek szentélyében beszélgettünk, szentségtől is lett volna más helyszínt választani. Az Atléticónak több millió szurkolója van, és valljuk be, nem sok klubcsapat mondhatja el magáról, hogy szurkolók millióit tudhatja maga mögött. 1953-ig Di Stefano érkezték, az Atlético sikeresebb volt, mint a Real, hiszen 4 bajnoki címet nyert, a Real ezzel szemben mindösszesen 3-at mondja. Van egy mondás, amely úgy szól, atléticosnak születni kell, reálos meg lehet bárkiből. De ez az én esetemben nem igaz. A logikus az lenne, ha minden gyerek, akit magával ragad a futball iránti szenvedély, a Real Madrid a győztes csapat mellett tenné le a voksát, hiszen a blankok 9-szer nyertek Becket, illetve bajnokok ligáját, 31-szer hódították el a bajnoki címet. Lo lógico ser del Real Madrid, no del que gana. Az Atlético Drucker mindenkiben az ellenséget látja. És azért jött a világra, hogy azt a szerény, alázatos csapatot támogassa, amely képes szembeszállni a hatalmas Real Madriddal. Én speciál nem atlétikusnak születtem, de azzá lettem. Hogy miért? Elmesélem. Nagyon őszinte leszek. A Bernabeu mellett nőttem fel 5 perc távolságra a stadiontól. Apám a Real pártoló tagja is béletese volt. Néhány Real Atlético derbit közösen néztünk meg. És bevallom, hogy bizony furcsa dolgokat láttam. Gyerekfejjel is feltűnt, hogy a bírók ott ütik, vágják az Atléticót, ahogy csak tudják. Akkor döntöttem el, hogy én is az Atléticót fogom támogatni ebben a szélmalomharcban. Atléticosnak lenni életérzés. Ezt nem lehet megmagyarázni. Ez ott van a szívedbe. És kész. Tú eres del Atlético. Y eso lo llevas en el corazón. A hétvégi bajnokin az Atlético kikapott a Levantétől 2-0-ra, de ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy az Európa Ligában viszont elődöntés is a Valenciával játszik majd. Ráadásul hát tudjuk, hogy 2 éve megnyerte ezt a sorozatot, és itt ezek a gyönyörű erekiek is mutatják, hogy ti azért a helyszínen is végig szurkoltátok ezeket a mérkőzéseket. Igen, azért szerencsénk van ilyen szempontból, hogy hivatalosan elismert kis penyája vagyunk az Atleticónak. Ez mit jelent pontosan? A szurkolói klubot jelent? Igen, tehát ez a hivatalos magyarországi szurkolói klub, és jegyeket is kapunk ilyenkor. Tehát biztosítanak a számunkra. Meg kell venni természetesen, igen, de mint hivatalos penyának jár egy megadott mennyiségű jegy. Tehát például a Superkupa döntőre csak 2 járt. Szerencsére mi ketten azért ezzel át tudtunk jutni Monakóba is, és az Európa Liga győzelem is személyes emlék. Lehet-e osztályozni a győzelmeket, melyik a szebb emlék? Nem, én azt gondolom, hogy mindegyik fontos. Ez a 2 legutóbbi cím, ez azért is volt
kiemelten fontos, mert hogy az UEFA kupa, illetve ugye most már Európa Liga, az mindig egy ilyen kis veszőfutás volt a csapatnak, ugye a 80-as évektől gyakorlatilag mindig az első vagy második fordulóba elvérzett, és ez ilyen szempontból nagyon kiemelkedő jelentőséggel bír, az Európai Szuperkupa pedig úgy szintén, hogy még ezzel sem bírt a csapat, úgyhogy az meg, hogy személyesen lettünk mindkettőnek szemtanúja, az egy ilyen külön élmény. Otto, hogy gondolod, hogy ilyenkor természetes, hogy a bajnokságra egy kicsit kevesebb figyelmet fordít egy csapat, amikor az Európai Kupában van lehetősége, hogy esetleg nyerjen? A tapasztalat azt mutatja, hogy igen, nagyon nehéz két-három fronton is helytállni, tehát tudjuk azt, hogy egy ilyen kiváló csapat akár a hazai bajnokságban, akár a hazai kupasorozatban is megpróbál minél messzebbre eljutni, és hát természetesen, mint most is ugye ebben az évben az Atletico nagyon jól szerepel az Európa Ligában is, ilyenkor az edzők megpróbálnak egy nagy kerettel bírni, rotálni, de nem könnyű, mert a kulcsjátékosok, ha kiesnek, mert pedig ugye nagyon sok esetben előfordul, akkor ők pótolhatatlanok. Ha már játékosokat említ Otto, nagyon érdekes, ugye a két évvel ezelőtti csapatból De Gea, Újfalusi, Paulo Asensio, Reyes, Simao, Forlán, Agüero, tehát most teljesen kicserélődött ez a csapat, azt hogy éritek meg, hogy hát azért tehetős klubok szétszedik ilyenkor az Atleticot? Hát nehéz, igen. Tehát van egy nagyon jó alapcsapat, amelyik megnyeri a kupát, és azért tényleg változik az összeállítás. Most például Falcao a nagy sztár. Igen, tehát új sztárokat azért szerződtet a csapat, de szerintem ugye Kikóról szó volt az elején, tehát az ilyen egyéniségek, úgymond ikonok azért nagyon hiányoznak ebből a csapatból. Tehát a mostani Atleticóban talán Antonio López a csapatkapitány még, aki ezt a vonalat képviseli. Van azért szerencsére elég sok új feltörekvő spanyol titán, Dominguez, csak egy nevet említsek, akikre azért talán a későbbiekben lehet hasonlóképpen felnézni, mint egy ilyen Kikó, vagy esetleg bármelyik más ilyen spanyol nevezetes játékosra. Ez nektek fontos, hogy spanyol legyen? Mert már másodszor hangzott el a spanyol, tehát nem csak a dél-amerikai légiósokra figyeltek? Én azt gondolom, hogy ez a mai futballvilágban már annyira nem jelentős, nem bír jelentőséget, tehát nyilván nagyon megváltozott, hogy átalakult a futball, bár az Atleticónak mindig volt egy jó utánpótlás bázis, ami ugye egy ideje megszűnt, és aztán ezt újraépítették. Én azt gondolom, hogy ez még egy picit ilyen gyerekcipőben jár, attól függetlenül, hogy az utánpótlásban nagyon sok tehetséges játékos kerül ki, akik aztán más csapatoknál fontos szerepet töltenek be. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy ilyen jó út, vagy egy jó biztatójel, hogy megpróbálnak utánpótlás játékosokkal is dolgozni a klubok és az Atletico is. Egyébként a spanyol fölény abszolút meghatározó az európai kupákban, ugye a Bajnokok Ligájában ott van a Real Madrid és a Barcelona is az elődöntőben, itt pedig Atletico Madrid, Valencia és Sporting Lisszabon Bilbao, tehát a négyből három spanyol csapat. Mutatja a spanyol labdarúgás erejét, nem csak nemzeti válogatott szinten, hanem klubcsapat szinten is, és tegnap néztem a Valenciát, nagyon erős csapat, tehát nem véletlenül vannak ott, a Bilbao is nagy klubokat ejtett ki a kupasorozatból, úgyhogy tehát a spanyolot követni kell őket, megpróbálják nagyon sokan követni, de nem könnyű. És egy pici gondolat visszatérve az Atleticóra, említették a srácok, hogy ikonok, és pont eszembe jutott, hogy egy ilyen csapatnál, aki nem tudja a legnagyobb sztárokat leigazolni, mindenképpen szükségszerű egy ilyen játékos, mint például volt Fernando Torres, az identitás tudat miatt, aki mögé oda tudnak sorakozni a szurkolók, akit imádhatnak. Pillanatnyilag ilyen nincs az Atleticóban, de biztosan hamarosan meg fogják találni. Reméljük. Tehát visszatérünk majd erre a bizonyos Valencia mérkőzésre is. A reklámok után azonban megismerkedhetünk Torrentével.